Sikes Sándor üdvözli a Heol Podcast hallgatóit, Vadász Zsolt a vendégünk beszélgetésre, abból az apropóból, hogy nemrégiben ért haza a Grúziából, mint fogalmazott, ezúttal nem ő vezette az expedíciót, tehát a Trabant expedíció nem Trabant expedíció volt, a jármű az persze maradt, viszont nagyon sok élménye gazdagodott, mint egyszerű csoporttag, és aki figyelmesen olvasta a Facebook oldalát, ott láthatta is, hogy milyen izgalmakban volt része. Tehát vegyük úgy, hogy nem mindenki olvasta ezt, ezért kérdezzük, hogy milyen izgalmakban volt része. Szép napot kívánok önnek és a közös hallgatóságának is. Valóban a Trabant expedíció 11 éve üzemel, és járjuk a világot, Trabanttal, Afrikát, Ázsiát, jobban mondva Kis-Ázsiát, Európának majd minden országát, és most egy régi-régi túrasorozatunkat újítottuk föl, amikor a nagy magyar elődök nyomába eredünk, és most kivételesen nem Almási Gróf, az angol beteg és afrikai utazásait tűztük célul ki, hanem az utazásunk az Grúziába irányult, ahol egy nagyon-nagyon ismert festőművész, Zichy Mihály nyomait kutattuk, és az ő Tbilisziben található szobrát koszorúztuk meg. Azt mondom, hogy ez csak egy jelképes Trabant expedíció volt, tehát ez valójában igaz, mert szoktak engem azzal csúfolni mostanában, hogy a Trabantos Teslára váltott. Nem váltottam Teslára. Utasként ültem abban a Teslában, amelyikkel mi akár Afrikában is paralel módon szoktunk kommandózni. Tehát a Tesla VS Trabant expedíció, ami Afrikában van, mondjuk Párizsban, Dakarban, Marokkóban eléggé már ismert és úgymond mulatságos konfigurációt alkot. Most csak a Teslával szaladtunk ki egy 16 napos útra, amelyik érintette ugyebár Szerbiát, Bulgáriát, Törökországot, és az utazásunk végcélja az Grúzia volt, méghozzá ebben a nem kimondottan turistás időben. Megpróbáltuk azért összehozni az összes olyan jellegű kalandot másik három utastársunkkal közösen karöltve, amit csak el lehet képzelni. Tehát voltunk a Fekete-tenger partján, meglátogattuk Batumit, fölmentünk a felvonóval, elmentünk Kutaiszibe, a régi poszt-szovjet városba, sőt, még egy kicsit amolyan nem nosztalgikus, hanem olyan fura érzésekkel elmentünk még Sztálin apóházához is Goriba, megnéztük a múzeumát, megnéztük a külön vonatát, és azt a nem sírjuk vissza a szovjet időket, de a poszt-szovjet érában megmaradt nagyon-nagyon szép értékeket, meg emlékműveket is megnéztük és megvizitáltuk. Igen, említette az időjárás nem a legkellemesebb. Azért ez egy kicsit délebbi vidék, tehát nyilván nem voltak még hidegek, fagyok. Grúziában a túlakoszorúzáson, mivel töltött, meg a ilyen régi emlékek megnézésen kívül, mivel töltötték még az időt? Megjegyezném, hogy valóban délebbre van Grúzia, és egy hármas egységet alkot azzal kapcsolatosan, hogy kimondottan a Fekete-tenger hatása és kiegyensúlyozó meteorológiai viszonyai miatt, még azt kell, hogy mondjam, hogy Batumi és környéke a közvetlenül a határátlépés után még leginkább ilyen szubtrópusi környezeti klímát betít felénk, még akár novemberben is. Tehát ha azt kell mondanom, hogy Magyarországon van ez a sás vagy nád jellegű, bambusz jellegű dolgok, amik akár nagyon-nagyon nagy idős korukra itt Magyarország területén akár megnőhetnek csuklóvastagságúra. Ott, Batumi és környékén ezekből a bambuszokból sörös korsókat készítenek, tehát érzékelhető a különbség. Létrákat készítenek, kerti székeket, a tengerparti kiülőkre mindenféle standokat építenek, és ott ez a szubtrópusi környezet a sokkal nagyobb meleggel, a páratartalommal. Mondok még egy példát a mezőgazdaságból, hogy a paradicsom ilyen kicsit ilyen sárgadinnye méretű. A vöröshagyma sokkal termetesebb, ilyen ökölbe alig beleilleszkedő méreteket ölt. Tehát valóban Oroszországnak hajdan Grúzia az éléskamrája volt, a kis veteményes kerte, ahol minden ilyen túlzó, ilyen nagyon nagy mértékben jött elő. És hogy mivel foglalkoztunk? Amikor itt voltunk lenne, akkor ezt a részét vizitáltuk a népeknek. Természetesen elmentünk a marsrutka állomásokra, amik a helyi tömegközlekedést biztosítják. Nagyon-nagyon nagy diszonancia van most Batumi környékén például a megélhetéssel. Tehát van egy nagyon-nagyon régi, ős, ortodox vallású, pravoszláv vallású, hagymakupolás templomokkal ellátott,
vallási értékekkel ellátott régi magyar városnak, aminek köré épült mondjuk a posztszovjet térség a Békásmegyer jellegű blokkjaival. Ez már mintha kinyílnának a kezek. Utána viszont még nagyobbat lépett a város, és most bizony a multik belépésével, a tükör, csillivilli üvegpaloták, a Marriott hotelek, a Hiltonok, a kaszinók városa, stb., amelyik úgy uralja a városnak a túlnyomó részt, a látképét a hegyről nézve, mint hogyha New Yorkba látnám a világot. Tehát ez a diszonancia azért kicsit megvan, hogy a nyugati kultúrának nem csak az internet elérhetősége érte el a grúzokat is, hanem bizony a beruházások is, a posztszovjet térség leamortizáltságába való beleinvestálás is elérte őket. Ugyanakkor, hogyha tovább lépek a szubtrópusi vidékről, akkor van egy ilyen mediterrán, vagy annál picivel kisebb, hidegebb réteg, amelyik mondjuk uralja az ipari területeket, a mezőgazdasági nagyon jó termőföldeket, és afelőtt van a harmadik réteg, amikor beérünk a hegyekbe. Most hát nem állítom azt, hogy nekem a batumi kicsit mediterrán, totálisan kényelmes és kellemes hőmérsékleti állománya után annyira nagyon tetszett a kazbegi túcs alatt, olyan 2500 méteren a mínusz 5 fokba kinnaludni. Igen. Egyébként akkor ezekből azt veszem én le, hogy mondjuk aki 40 éve járt kint, mint például én, ha nem is volt ide a közeli helyeken, és most újra menne, nem ugyanazt látná 40 éve elteltével, mint amit látott valamikor még a szovjet időkben. Ezzel megint egy kicsit mosolygva azt tudom mondani, hogy akkor, hogyha értő szemmel figyeli az ember ezeket a kultúrák egymásra való rakódását. Mert meséltem itt az imént a nagy bulvárokról, a Marriott hotelekről, a tükör csillivilli üvegpalottákról, amik ugye már a széles sugárutakat szegélyezik, jobbra-balról, üzletek, bevásárlóközpontok, mélygarázsok, stb. De ugyanakkor, hogyha az ember tesz egy 90 fokot, és bemegy egy mellékutcába, elmegy ott 3 métert összesen, és tyúkok kotkodácsolnak a vidéki ház udvarán, ahol ki vannak húzva a szállítókötélre a földszintes házban lévő kötelek, amiken lógnak a ruhák. És úcska autók, és elhanyagolt emberek, és mint mondtam, kapirgáló csirkék. Tehát olyan diszonancia van ezekben a grúz városokban, hogy az van hihetetlen. De ugyanez van Tbilisiben is. Tbilisi belvárosa egy csodálatos égkő. A picik is, és nagyon-nagyon szép régi emlékeikkel, műemlékeikkel, a feltárásokkal, amikkel kibontották a házak alját, és ilyen üveg mögött mutatják meg az építkezési stílusokat rétegről rétegre. De hogy honnan kimegyek, és fordulok egy 90 fokot csak oldalra, ott meg fölé meredeznek a 17-18 emeletes panelek, amiket a posztszovjet érából maradtak itt, a szovjet érából maradtak itt, posztszovjet mementónak. Itt is például olyanokat lehet megélni, hogyha az ember egy picit be akar illeszkedni, és nem hotelről hotelre mászkál, hogy például az ott lakóknak a lift 100 forintos nagyságrenddel működik. Ez számomra teljesen érthetetlen volt. Tehát ha haza akarok menni, be kell, hogy dobjak a lift pénzbedobó automatájában, mert különben a 17. emeletig gyalogolhatok. A lift ingyen lehoz, de nem állt elfelejteni, hogyha leszaladok a szeméttel, vigyek magammal 100 forintot, egy larit, hogy visszahozzon a lift, mert különben gyalogolhatok. Még jó, hogy lépcső van. Hát igen, lépcső az van, de korosabbak voltak a vendéglátóink, de egy régebbi utazásom során is, és azt a két egyetemi hölgyet, akik ott már közel a nyugdíjhoz, ott élték azt a 16. emeleti lakást. A gyönyörű panorámával egyébként, mert hiszen ez a 17 emelet, ez be van épülve a belvárosba, akkor azért elgondolkoztam rajta, hogy azért akarok-e feledékeny lenni, és leszaladni helyettük mondjuk a szeméttel. Igen. Azt, itt, ha már a szemétről van szó, a Trabant expedíciókon mindig ilyen környezetvédelem is volt, a takarítás egyébek. Most is része volt ennek a programnak, hogy az eldobált szét hagyott holmikat valamikor valahol gyűjtötték, vagy ez most más volt? A Trabant expedíciónak úgy célja most, hogy a figyelemfelkeltés. Tehát nem tudjuk megváltani a világot, nem tudjuk mindenkihez összeszedni a szemetet. Én mindig azt preferálom és propagálom, leginkább a Föld napjához közeledve az időponttal, hogy próbáljuk meg a gyerekeket visszavonítani a természetbe, próbáljuk őket egy természetközeli életmódra nem utasítani, hanem motiválni. És ezzel kapcsolatosan azért filmezem az afrikai szemetet, a kis-ázsiai szemetet, az elhanyagoltságot és a szemétkultúrának a hiányát, hogy ezzel figyelmet keltsek fel. Ennek a figyelemfelkeltésnek az egyik legjobb eszköze a Trabant, mert hiszen a Trabantot manapság mindenki megnézi. Megnézi még abban az érában is. Pedig a Trabant oda ki se jutott különben. Két alkalommal voltam kint Trabanta, egy alkalommal Csicsai Rónai Erzsébet a
festő leszármazottja ők vagy dédunokájának a társaságában, és a Trabantok maguk nem jutottak ki Grúziáig. Az utolsó állomásuk még a 90-es évek előtti gyár megszűnésig és a két német állam összevonása előtt 500 darab Trabantot vittek ki Törökország irányába, amik viszont Dánplatszon ragadtak, mert nem volt megfelelő viszonteladói hálózat, aztán néhány év múlva a Törökországból visszahozták őket, felújították azt az 500 darabból megmaradt példányokat, és 444-et meg tudtak menteni, hogy nosztalgiázzak a Trabantokról is. Igen. És ebből lett a világhírű gyűjtői sorozat, a 444-es sorozat, amikor a Trabantokat, amiket visszahoztak Törökországból, az Ázsiából, akkor felfulloztak, bőrülésekkel láttak el, autórádió magnóval láttak el, meg ilyesmivel, és ebből lett egy ilyen aranyszínű emblémával ellátott Trabant 444 sorozat, ami egyébként az én általam is alkalmazott négy ütemű Trabantokra jellemző. Igen. Említette a földnapjához közeledve, most azért még egy fél év van odáig, de nyilván a földnapját megelőzően is lesznek programok. A közeljövőben mire készülnek, Zsolt? Hát jó magam, mindenképpen szeretnék visszamenni Afrikába. A filmeket forgatni, lejutni egy kicsivel délebre. Az idei évben én kitöltöttem a maximális hatótávot és a maximális időintervallumot a Trabantommal a marokkói területen. Jó magam, mehetnék a határbeléptetés során a saját útlevelemmel még továbbra is Afrikába, de a Trabanton viszont a vám jogszabályoknak megfelelően összesen egy naptár évben 6 hónapot tartózkodhatott ott. Ezt én kitöltöttem, úgyhogy most úgy állok, mint a rövidtávfutó a startkockában, hogyha január 1-e, azaz a jövő év első naptárja napja elkövetkezik, én már beléphetek Afrikába, így szeretnék is menni, az Afrika ekorészt kísérve szeretnék minél jobban lejutni a nyugat-szaharai övezetbe, vagy az úgynevezett Száhel övezet a nyugat-afrikai régióba, minél délebbre. Ugye ez most a Budapestben vakó keretein belül, vagy azok mellett, vagy azoktól teljesen függetlenül lesz, a számomra már nem motiváló, vagy nem is tudom, hogy nem modifikáló tényező, hiszen hogyha most lemegyek a következő alkalommal, akkor eddig a Trabantokkal csak 12 alkalommal voltam Afrikában, és minden alkalommal hosszú-hosszú hónapokat töltöttem ott. Tehát akkor úgy is fogalmazhatnánk, hogy a 25-re való kocintás még itthon történik másik földrészen, de már a pezsgőből való tisztulás már adott esetben január 1-én Afrikában érheti Vadász Zsoltot. Nem, én még stílusabb vagyok. Én szeretnék a szilveszteri hajó rajta lenni. Tehát már a hajón ülve világon. Így van. Hogyha egy mód van rá, én szeretnék már a hajón jelképesen kocintani. 19 esztendő nem iszom alkoholt, de azért csak lesz olyan kövét pezsgő, amivel engem is megtisztelne. Igen. Egyébként ez nem az én ötletem, hanem hogy egy kis nosztalgiát vigyek még bele a régmúlt idők versenyeibe is. Ez a Párizs-Dakarnak volt a tradicionális indulás. Akkor, amikor ők szilveszterkor indultak, áthajóztak, és az új évet már Afrikában köszöntötték. Tudjuk ugyebár, hogy a Párizs-Dakart már most nem ott futják, hanem teljesen más földrészen, más irányba. Viszont most is vannak magyar versenyzők, például régi-régi bamakós színborán, például Hamza Péter, ő most saját csapattal és a Párizs-Dakaron indul. Nem a jelképes, hanem a valóságos Párizs-Dakaron, amit az arab térszigeten futnak majd. Igen. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, Zsolt.